Kárlás Sándor üzleti főiskola EFO projektje arról szól, hogy hogy tudjuk növelni a hallgatói létszámot elsősorban a MTMI területen, vagyis számunkra ez a gazdaságinformatikus szakot jelenti. De nem csak direkt módszerek vannak erre, hanem vannak indirekt módszerek is, és ezért arra gondoltunk, hogy megújítjuk a matematika oktatást. Ehhez segítségül hívjuk a Wolfram cég különböző alkalmazásait. Most jelen esetben a Demonstrations Project alkalmazást, és azt szeretném bemutatni, hogy milyen módon lehet a függvény transformációkat szemléltetni viszonylag egyszerűen a hallgatók számára, hogy kevesebb frusztrációt okozza nekik a matematika. Hogyha átállítjuk itt a paramétereket, akkor, ahogy Konrad Wolfram mondja, tulajdonképpen kísérletivé tesszük a matematikát, tehát kipróbálhatnak a diákok többféle paraméterezést, sőt, többféle függvénygrafikont is egyik pillanatról a másikra lehet állítani, különböző függvénytípusokat, és ezekhez különböző paraméterezést, és lehet hozzá beállítani különböző transformációs lépéseket, és akkor a hallgatók látni fogják, hogy a különböző paraméterek, a megváltozott paraméterek milyen transformációs lépéseket jelentenek. Ezzel az alkalmazással nagyon sok pozitív tapasztalatot tudnak szerezni a hallgatók, és ez azt jelenti, hogy megszűnik az a folyamatos stressz, ami a matematika tanulását, illetve a számunkéréseket övezi, hiszen a mi hallgatóink nem elsősorban matematikát tanulni jöttek az iskolánkba, viszont mégis szükségük van arra, hogy matematikát tanuljanak, úgyhogy az én tapasztalatom az, hogy ezt az alkalmazást nagyon jól lehet használni az oktatásban.